Hiába állnak klímák a bolt polcain, nem mindenki veheti meg azokat. Egy tavaly bevezetett új szabály szerint már csak érvényes zöldkártyával rendelkező szakember segítségével, vagy egy ilyen általuk kitöltött beszerelési tanúsítvány bemutatásával lehet légkondicionáló berendezést vásárolni. Az elmúlt években egyre többen szereltetnek klímát otthonaikba, ami a munkaidő bonyolultságától függően 3-4 órát vesz igénybe. A különböző teljesítményű berendezéseknél fontos a helyiség négyzet és légköbb métere, valamint az is, hogy tetőtéri szobába vagy esetleg konyhába szerelik azt. Ezeket az adatokat egyeztetni kell a szakemberrel, aki ezután vagy segít a vásárlásban, vagy megveszi a készüléket. Ha megveszünk egy klímát, le, lejelentjük a hatóságnál, akkor beteszem egy, egy virtuális raktárba. Amikor én felszerelem valakinek, eladjuk ezt a klímát, akkor automatikusan kiveszem a raktáromból, ugyanúgy le, lejelentem, kiállítjuk a végfelhasználó bizonyítványt, ezt, ezt, gyakorlatilag be kell szkennelni, és akkor itt van vége a történetnek. Ezeket a regisztrációs feladatokat a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felügyeli, amely a Nemzeti Fel Lelestési Minisztérium szervezetében önálló egyékként működik. Tavaly vezettek be egy új nevezett evgáz vizsgálatos a amely jel céljuk, hogy nyomon követhetőek legyenek a fluor tartalmú üvegház hatású gázokkal működő berendezések. Ennek környezetvédelmi okai is vannak. Akinek megvolt már a hűtő, hűtőgép szerelői szakmája, akkor kötelezték a levgáz vizsgára, innentől beregisztrálta magát a, a klímavédelmi hatóságnál, és, és, innentől tud. Évente meg kell ezt vagy éves karbantartási díja lesz talán, és ugyanúgy van egy érvényességi kategória. Tehát eddig kreditpont volt, most meg úgy tudom, hogy, hogy, hogy újra kellett vizsgálni. Az általunk megkérdezett szakember hozzátette, eddig Budapestre jártak vizsgázni, azonban a tervek szerint a jövőben már Szabolcszatmerbereg megyében is elérhető lesz a tanfolyam és vizsga egyaránt, mégpedig nyírbátorban tette hozzá.